Hogyha az a kérdés, hogy mit adott nekem ez a program, akkor az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy három nagyon nagyszerű barátra tehettem szert, és nyilván emellett pedig olyan szakmai tapasztalatot, amit hasznosítani fogok tudni majd az itthoni pályafutásom során. 7 éves orvostanhallgató vagyok a Semmelweis Egyetemen. Amerikában, az Egyesült Államokban voltam, és itt neurológiai és nőgyógyászat gyakorlatokat töltöttem el. Egy-egy hónap volt. Nekem még nem volt alkalmam így anyanyelviekkel használni az angolt. Voltak is félelmeim ezzel kapcsolatban, hogy vajon hogy fogom megértetni magam ott. Én érteni fogom el, amit ők mondanak, de azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy nagyon kedvesek és megértőek voltak, és ha valamit nem értettünk, vagy nem tudtunk, azt máshogy fogalmazták, körülírták. Például a neurológia gyakorlat során ott nem is amerikaiakkal, hanem más külföldi hallgatókkal voltam együtt. Mindenki nagyon nyitott volt az ismerkedésre. Hosszú-hosszú listát tudnék mondani, hogy milyen félelmeim voltak onnantól kezdve, hogy milyen ruhákat vigyek odáig, hogy be fogok-e férni a bőrönbe, hogy oda fogok-e találni, hogy fogok ott eljutni A-ból B-be. Szerintem mindenkinek ilyen félelmei vannak egy ilyen utazás előtt. Ugye én Buffalo-ban voltam. Két dologról híres igazániból szerintem ez a terület. Az egyik az a csirkeszárnyak, a Buffalo Wings, a másik pedig maga a Niagara vízesés. Úgyhogy magánál a vízesésnél többször is voltunk, illetve egy hosszú hétvégét töltöttünk Torontóban. Kanadát is egy kicsit megismerni, az is nagyon nagy élmény volt. Mindkét orvos, akikkel gyakorlatoztunk, szerveztek nekünk programokat, hogy sose unatkozzunk. A gyakorlat végeztével én egy hetet még New Yorkban töltöttem, és akkor azt is kicsit felfedezhettem. Ezekről biztos, hogy nagyon sokáig emlékezni fogok. A neurológiai gyakorlatot azt a Dent intézetben töltöttük. Nagyon szép eredményei vannak kutatások, publikációk terén. Rengeteg gyógyszerkutatást csinálnak például, és alapvetően ott az ilyen járóbetegellátásban vettünk részt. Kicsit ahhoz hasonló, mintha itthon Magyarországon valakinek a szakrendelésébe csatlakoztunk volna be. Én azt gondolom és remélem, hogy csak olyan dolgokat tanulhattam, amikből aztán profitálni tudok majd én. Ugye 4-en voltunk, és 4-en együtt is éltünk ott egy ilyen kis házban, Buffalo-ban. Én nagyon sokat tanultam így az együttélésről. 4-en vagytok, és 4 különböző dolgot szeretnétek valahol a lelketek mélyén, és ez egy hatalmas kihívás, hogy megtalálni azt a középutat, azt a megoldás, hogy jó, akkor mikor megyünk, hova megyünk, mivel megyünk. Ez a program, ez nagyon jól szervezett és nagyon jól koordinált. Majdnem azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom, aki érez magában minimálisan is kalandvágyat, vagy szeretné magát kipróbálni egy ilyen új helyzetben. Nem kell évet halasztani, nem kell csúszni, mert ugye ezeket a gyakorlatokat az egyetem elfogadja, és én azoknak ajánlom, akik esetleg eddig most ott vannak 5 évesen, és eddig halogatták, hogy menjenek külföldre, akkor most itt az ideje, hogy ezt az utolsó lehetőséget megragadják, mert nem fogják megbánni.